Atyinak is billencsünk, viszi a cementet meg a betonvasat. Márra megy, gondolom jobbra az F3-ashoz. Megkérdeztem a Lajos barátunkot, hogy mik ezek a tüzek, amit láthatunk nap mint nap. Most is van vagy 2-3. Néha össze lehet téveszteni a felhőkkel, de most látszik tisztán, hogy ezek tüzek. 2 van ott, 1 van ott. Azt mondta, hogy általában ezek 3 dolog lehet. Vagy a levágott falkot tüzelik el, ilyen gajakot. Általában ez szokott lenni. A másik dolog a szemetet égetnek. A harmadik pedig darazsakat füstölnek ki. De ezek eléggé nagy füstje van ezeknek, úgyhogy gondolom, hogy ezek levágott fákat, gajakot égetnek. Árnyékban 37 fok van, 29% pára. Nagyon-nagyon meleg van. Nem is látszik a kijelző. Nagyon durván meleg van. Meg fogunk dögleni. Sokan kérdeztétek, hogy mi lesz ezzel a rengeteg faanyaggal, ami itt van, levelekkel, ágakkal, stb. Gyökerekkel, minden, amit itt ki fogunk ásni. Nem fog kárba veszni. Az lenne ugye az ideális, hogyha ledarálnánk múcsnak. Mert fog kelleni a múcs mindennek itt növénytermesztéshez, a komposztvécéhez. Úgyhogy a múcsból sose elég, tudjátok, hogy Floridába is kamion számra hoztuk a múcsot. Mondjuk ott kellett sok múcs, mert ott a nem volt termő talaj, csak homok volt. Na, de itt is kell a múcs, épp úgy, mint Floridába. Csak kérdés az, hogy tudjuk előállítani. Az a baj, hogy itt nem nagyon láttam ilyen ágdarálókat. Lehet, hogy léteznek, utána kell nézzek egy kicsit. Jó lenne tényleg ledarálni, még most frissiben, mert most jó ledarálni, amíg még nem száradnak meg. Akkor megszáradnak ezek az ágak, akkor még nehezebb lesz ledarálni, így amíg nedvesek, addig kellene ledarálni. Na, de hát ha nincs ágdaráló, mit csináljak? Nem láttam itt sehol. Lehet, hogy van, csak én még nem láttam. De szétnézünk, hát hogyha találunk. Na, de mi van akkor, hogyha nem találunk? És az a baj, hogyha találunk is, hogy általában az ilyen kis ágdarálók nem fogják a karomnyi vagy vastagabb ágakat ledarálni. Csak az ilyen vékony 2-3 centi átmérőjű ágakat. Úgyhogy az nem oldja meg még a problémát. Kárba veszni nem fogom, úgy semmi faanyag. Abba nyugodjatok meg. Tehát ha nem tudjuk ledarálni, vagy azt, amit nem tudunk ledarálni, akkor a többit betaszítjuk oda. Majd megmutatom a teleknek azt a részét ott hátul. Az alsó része, hogy így mész befelé, 30-40 méter után, 50 méter után elkezd lejteni.
Főleg az első fele, a hátsó fele nem annyira, az is majd fog lejteni, de az első fele hamarabb lejt. Az is kezdtük itt a fadöntés, meg a tisztogatást, hogy ide, ha jön az eszkavátor, majd be tudja taszítani ott a lejtőn a maradék faanyagot, amit nem tudunk például ledarálni. Vagy ha semmit nem tudunk ledarálni, akkor mindet betaszítunk ott. Mit csinálják egyáltalán, gyerekek, mondjátok meg. Nyitott vagyok ötletekre. Persze azt már mondtam, hogy kiválogatjuk azt az olyan fákat, amit fel lehet használni. Vannak például ezek a barna törzsűek, azok elég kemények. Van, amelyiknek lukassa bele, az nem jó semmire, csak komposztálni. Úgyhogy fel fogjuk használni, amit lehet, persze. Félretesszük a keményebb fákot, jó lesz, ha csak ideiglenes építkezésre is, vagy ideiglenes ilyen kártoszlopoknak. De amit nem tudunk felhasználni, meg nem tudunk ledarálni, mit csináljunk vele? Vannak ugye opciók. Egy az, hogy elégeted, hamvat szétszórod, az jót tesz a talajnak. Ugye ezt természetesen is csinálja a természet, erdőtüzek. Azt hinnéd, hogy rossz, félnek tőle az emberek, de nem, ez egy természetes megújulási folyamata az erdőknek. Úgyhogy amit a helyiek is itt csinálnak, az indiánok, hogy égetik az erdőket, levágják és égetik. Mondhatod, hogy rossz, de jót tesz a természetnek, megújul a tűz után. Amerikában is, mikor utazgattam a nemzeti parkokba, sok helyen ki volt téve a tábla, ami elmagyarázta ezt, hogy erdőtűz nélkül nem is élnének túl ezek az erdők. Na, tehát el lehet égetni, le lehet darálni, vagy még lehet használni, ugye a permakultúrás rendszerben használják el, Hügelkultúrnak hívják, így németesen Hügelkultúrának, ami kb. Annyit tesz, hogy a vastagabb faröngköket, vagy fatörzseket, vagy vastagabb ágakat felhalmozod egy helyen, eltemeted földdel, és aztán majd ültetsz a tetejére növényeket, azok majd ott lassan lebomlanak, és táplálják ugye a növényeket. Bent tartják a vizet, úgyhogy ja, nem vész kárba semmi, minden itt előbb-utóbb, hogyha nem csinálsz semmit, akkor is ezek a kidöntött fák le fognak bomlani egy idő után. Hát az erdőbe is, ha bemegyünk a régebbi erdőkbe, ott látszik, mindenhova fák ledőlnek, ágak, a szárazgajok lehúlnak, azok komposztálódnak, ez az erdőnek a természetes folyamata. Lehúlnak a levelek, az ágak, betakarják a talajt, az lassan lebomlanak, és lesz belőlük a termőföld, humusz. Úgyhogy nálam is az lesz, hogyha nem tudom bedarálni, meg amit nem használok fel építkezésre, az lassan itt le fog bomlani. Persze nem itt szana szét, mert hogy néz az ki? Anya eszkavátor ki kell ássa a gyökereket, meg a maradék faanyagot, amit nem használunk fel, az betaszítja ott az oldalon, ott lassan lebomlik, és lesz belőle komposzt, termőföld. Na, úgyhogy ez az elképzelés, mondom, nem vesz itt semmi kárba, minden újra hasznosodik. Hogyha vannak ötletek, akkor azt várom, szívesen mondjátok meg, ti hogy csinálnátok például, hogyha helyenben lennétek. Ti mit csinálnátok? Na, szétnézünk, találunk egy darálógépet. Ha nincs darálógép, akkor majd lebomlik magától. Na, ez nekem az elképzelésem, de mondom, nyitott vagyok ötletekre, úgyhogy írjátok meg alul a kommentekbe, hogy mit ajánlotok, vagy ti mit tennétek helyenben. Jövünk le a hegyről munka után, nézzétek meg ezt a gyönyörű naplementét. Előtérbe a szép vörös virágok. Hátul a naplemente, meg a nagy folyó, a Zamora. Pretty cool. Pálmafák és madárcsicsergés, igazi paradicsom.